Meghatódva mesélte cége történetét Székely Zoltán, a Szójer Magyarország Kft. Tulajdonosa. A cég új telephelyük megépítését követően nem csak kereskedelemmel, gyártással is tud majd foglalkozni a jövőben. Magyarországon sokáig ismeretlen volt az általuk használt úgynevezett csaphegesztési technológia. Eleinte csak a német vállalat cégképviseletét látták el az országban. Később azonban már terjeszkedhettek is a szomszédországokban. Mostanra azonban már több nagy vállalattal van szerződésük, így például a Suzuki-val és az Audi-val is. A bővülésnek és a gyártás megkezdésének köszönhetően új munkahelyeket teremt a cég. Több mint 100%-os bővülés van, és ez még nem a gyártás, tehát ez még csak a munka elvégzéséhez szükséges, illetve a bővülés lehetősége miatt tudtunk több kollégát fölvenni, mert itt már van olyan helyünk, ahol le tudunk ültetni embereket, és azután jön a gyártás bevetés, amely az ország még 2-3 fő tervező felvenni. Tehát a négyből gyakorlatilag a 12 fő tudunk egy éven belül, sőt fél éven belül produkálni. A cég németországi tulajdonosa, Heinz Szójer is részt vett az avató ünnepségen. Mint mondta, nagyon elégedett cégük magyarországi üzletettségével. Kelet-Európa fele a Szójer Magyarország Kft. Jelenti a kapcsolatot. A jövőben is szeretnének bővíteni, terjeszkedni itt az országban. A cég filozófiája teljesen egybevág Zoltán elveivel. Ő is új munkahelyeket teremt, rendesen fizeti az adót és környezetbarát telephelyeket épít. A továbbiakban is szeretnénk építeni a magyarországi érdekképviseletünkre. A most elkészült telephely mintegy 120 millió forintból épült fel, alig 2 év alatt. Az összeg fele vissza nem térítendő uniós forrásból származik. A támogatás összeg 58 millió forint, ez 50%-os támogatási arányt jelent, tehát a teljes beruházás 117 millió forint összegű. A fehérvári önkormányzatot Horváth Miklós Csaba képviselte. Mint mondta, örömteli, hogy a második telephelybővítésről számolhatnak be ezen a héten. Igyekeznek támogatni a fehérvári vállalkozásokat. Az önkormányzat ebbe természetesen partner, és partner egyéb támogatásokban is, úgyhogy örülünk neki, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben is egyre több vállalkozás vagy bővíti magát, fejleszti, vagy pedig újak is jönnek létre. A Szójer Magyarország Kft. Tovább szeretne bővülni a jövőben és több hegesztőgépet vásárolni. Mint a cég ügyvezetője mondta, inkább lassabban, de biztonságos lépésekkel szeretnének előrébb haladni.